Kilencedik fejezet. Elkéstél, mondta a férfi az 1313-as szint egyik félhomályos kocsmájában. Prémelszegett mellényt viselt, fölötte nyersbőr kabátot, és csupa olyan holmi volt nála, amikről messziről lerít, hogy a tulajdonosuk mások megeléséből él. A fejébe húzott csukja alól szúrós pillantásokkal méregette a világot, finom, kultúrált hangja azonban éles ellentétben állt mocskos külsejével. Te meg türelmetlen vagy, mordult rá Vosz, aztán intett a kocsmárosnak, hogy ő is kér egy pohárral abból, amit a csukjás iszik. A következő pillanatban a kocsmáros mellett dolgozó BD-3000-es droid már elé is tette a teli poharat. Vosz egy könnyed mosolyjal és alig észrevehető legyintéssel jelezte, hogy mást egyelőre nem kér. Az ital pont olyan volt, mint amire számított. Könnyű, ízletes és alig tartalmazott alkoholt. Obi-Wan Kenobi az ilyen áruhás küldetések során mindig tartózkodott a tömény alkohol fogyasztásától. Így van, bólintott Kenobi. De nem csak én. A tanács egyfolytában az én fülemet rágja, hogy megtudjam, hogy haladsz Ventrisszel. Most már társak vagyunk, hajtotta fel a harmad gyenge italt Vosz. Együtt vadászunk, és most már eljutottunk oda, hogyha a fizetésnapokon a markomat tartom, nem akarja letörni a kezemet. Nem játszhatsz az idők végezeteig, fejvadászt, csóválta a fejét Kenobi. Vosz úgy döntött, rendel még egy pohárral. Most, hogy már hajlandó együtt dolgozni veled, folytatta Obi-Wan, legfőbb ideje lenne, hogy elkezd finoman a kívánt irányba terelni. Ó, nem nagyon kell őt terelgetni, mondta Vosz, és egy pillanatra minden jókedvel tűnt a hangjából. Azonban úgy tűnt, Kenobi nem vette észre Vosz pillanatnyi hangulatváltozását. Akkor pedig próbáld ezt erősíteni benne. Egyre inkább szorít bennünket az idő. Meg fogom találni a módját. Abban biztos vagyok, bólintott Kenobi, aztán letett néhány kreditet a kocsmapultra, és köszönés nélkül távozott. Vosz egyedül maradt a zsúfolt kocsmában, és úgy bámult a poharába, mintha az italtól remélne valamiféle választ. Lehet, hogy meditálnom kellene. A legtöbb Jedi valószínűleg hitetlenkedve csóválta volna a fejét ilyen eretnek gondolat hallatán, de Vosz már nem egyszer meditált kocsmában. Ez is volt olyan jó hely, mint bármi más, ha az ember a saját gondolataiba akart mélyedni. És néha az volt az érzése, hogy az üveges tekintettel maguk elé bámulók, a kapatosak és félrészegek tulajdonképpen mind ugyanezt a lelki állapotot próbálják elérni. Egyre lassabban vette a levegőt, hogy ezzel szabályozza a saját szívverését, és a tekintetét mereven a pohár alján maradt néhány kéken derengő alkoholcseppre szegezte. A probléma lényegét két szóban össze lehetett foglalni. Megölni Dukut. Az azonban tovább bonyolítja a helyzetet, hogy ehhez Asai Ventress segítsége is kell. Lehetőség szerint úgy, hogy ő ne is tudja, hogy segít. És ez jelentette az igazi problémát. Mert miközben sikerült elnyernie a nő bizalmát, akarva akaratlanul is megkedvelte. A fedett munka során megesik az ilyesmi. De Ventress más volt, mint az eddigi megbízatásai. Egyedi. Különleges. Ezzel még a Jedi tanács is tisztában volt, máskülönben nem őt bízták volna meg ezzel a feladattal. A kérdés csak az volt, mivel tartozik a Jediknek, és mivel tartozik a társának. Ő, aki Jedinek született, teljes és feltétlen engedelmességgel tartozik a templomnak. A mesterek olyan feladatot bíztak rá, ami méltó volt a képességeihez, és ha akadt ebben az univerzumban olyan, aki valóban megérdemli a halált, akkor az Dooku volt. De mi a helyzet Ventresszel? A végén ő is megérdemli a halált. A nő már több ízben is megmentette az életét, és tartozott neki. És mi a helyzet velem? A gondolat azonnal kizökkentette Vosz a meditációból. A Jedik nem szoktak önmagukkal foglalkozni. A saját vágyaik, szükségleteik és céljaik sokkal rangúnak számítottak. Koncentrálj! Nem szabad elfelejtened, hogy te használod őt. Ugyanakkor semmi olyat nem teszel, amit ő maga ne akarna. És azt is tudod, hogy nem te bújtod föl Dooku megölésére. Mikor eljön a megfelelő pillanat, Ventress örömmel fogja kivágni annak a rohadéknak a szívét. Bár logikusnak tűnt a gondolatmenet, valahol mélyen mégis érezte, hogy valami nincs ezzel rendben, és nem is volt képes visszasüllyedni a meditatív transzba. Úgyhogy végül rendelt még egy italt, aztán csak ült ott, és bámult maga elé.
Mikor Vasz megérkezett, Ventris félbehagyta a hegesztést. Kellett neki néhány óra, hogy végrehajtson pár apróbb javítást a Banshee-n, és amíg ezzel végzett, a Coruscant gyomrába vezető hatalmas légakna egyik leszálló platformján várakoztak. Míg a nő a javításokat intézte, Vasz kihasználta az időt, és elment, hogy fölfrissítse a készleteiket. Ventris, bár magának sem szívesen ismerte be, először dolgozott együtt valakivel, akire úgy mert pénzt rábízni, hogy tudta, az illető nem próbál lelépni vele. Kikapcsolta a hegesztőpákát, fölhajtotta a védőmaszk arclemezét, és a férfira mosolygott. Úgy nézem, jó kedved van, mosolygott vissza Vasz. Miért is ne lenne? Vonta meg a vállát a nő. A készletek feltöltve, a hajó indulásra kész, és már is sikerült egy újabb munkát szereznem. Tényleg? Kérdezte Vasz, miközben felsétáltak a Banshee rámpáján. És hova megyünk? Az Obadiára, a Pikeokhoz. Vasz olyan képet vágott, mint aki citromba harapott, és Ventris még csak nem is tudta hibáztatni érte. A mindig vidám férfi nyilván nem sok kedvet érzett hozzá, hogy egy olyan savanyú társasággal találkozza, mint a Pikeok. A Pike szindikátus szeretett családnak nevezni magát, még akkor is, ha a legkevésbé sem családias érzelmek vezették őket. Tulajdonképpen egy felkapaszkodott bűnbandáról volt szó, ami a legkülönfélébb hatású és árukábítószerekkel kereskedett. Az üzlet feleid megint tréfás alakok, dünnyögte Vasz. Ha menni akarsz, menj, sziszent föl Ventris. Senki sem tartóztat. Te is tudod, hogy hiányoznék. A nő nem válaszolt, de valahol mélyen tudta, hogy Vossnak igaza van. Úgy nézem, fogadóbizottságot kapunk, jegyezte meg a férfi. Az Obadia mostoha planéta volt, csupa köd és mérgező miazma, és az itt élők legalább ennyire barátságtalanoknak bizonyultak. A főváros évszázadokkal ezelőtt vágták bele a hegyek kövébe, és ezek közül egyedül azok az épületek emelkedtek ki, amiket már a Pikeok építettek valamilyen halványzöld füstüveghez hasonló, félelmetes szakító szilárdságú anyagból. Ventris az egyik ilyen gigantikus zöldes szürke torony leszálló platformjára ereszkedett a Banshee-val. Az ott Fife, bólintott a fejével a leszálló platform peremén várakozók egyike felé. Ő Mark Rim udvarmestere. Már máskor is dolgoztam vele, és tudom, hogy olyannak tartja magát, aki bármilyen problémával képes megbirkózni. Úgyhogy elképzelésem sincs most, miért hívott ide. Ez érdekesnek ígérkezik, dünnyögte Vasz. Fife kíséretében legalább 8 állig felfegyverzett őrt számláltak, miközben lesétáltak a rámpán. Ventris ment elől, Vasz pedig tőle jobbra egy lépéssel lemaradva. Ahogy elnézte a Pikeokat, Vossnak meg kellett állapítania, akármilyen sokat is érintkezik idegen fajokkal az ember, van, amihez sosem tud hozzászokni. Az idegenek magasabbak és vékonyabbak voltak, mint egy átlagos termetű ember, karcsúak, mozgékonyak, háromújú kezekkel és lábakkal. A fejük nagy volt, robosztus, a koponyájuk nyújtott, az arcuk azonban ehhez képest apró, akár egy csecsemőé. Az összhatás meglehetősen nyugtalanító volt. Fife, biccentett Ventris hűbesen a csoport rangidősének. Az idegen azonban nem viszonozta az üdvözlést, és izzó, lila szemeivel Vosz fürkészte. A férfinek volt annyi esze, hogy csöndben maradjon. Ő itt a társam, Vasz, mondta Ventris szintelen hangon. Fife magasra emelte az állát, ami a népénél a meglepetés jele volt, aztán kíváncsian nézett Ventrisre. Társad? Neked? Ez valami új? A fickó biztosan nagyon jó, ha megbízol benne. Az vagyok, mondta Vasz csöndesen. Fife intett, hogy kövessék, és a 8 testőr csöndben felzárkózott mögéjük. Sziklába vágott alagutakon vágtak át, és Vosz csak akkor eszmélt, mikor a szürke kő már hófehér márványnak és homokszín járólapnak adta át a helyét. Ez itt biztosan valami gazdag ember palotája. A plafont mindenhol sötét kőoszlopok tartották, amik mint a halványzölden fluoreszkáltak volna a félhomályban. Ventris, aki minden érzékszervével a helyet fürkészte, itt is, ott is csillogó szemekre és óvatos mozgásra lett figyelmes. A mindent átható fűszerszaktól egyre jobban fájt a feje, és nem tudott szabadulni az érzéstől, hogy csapdába sétálnak. Ismerjük már egymást egy ideje, mondta halkan az udvarmesternek. Annyit igazán elárulhatnál, hogy mire számítsunk a főnököttől. Én csak annyit mondhatok, súgta oda Fife pillanatnyi habozás után,
hogy a fekete nap elérkezettnek látta az időt, hogy megpróbálja bekebelezni a szindikátust. Markrimet szörnyű helyzetbe hozták, és nagyon úgy néz ki, hogy a fekete nap minden üzleti érdekeltségére igényt tart. Ha belemegy, harcot veszít a szindikátussal szemben, viszont ha nem, de ezt inkább hadd mondja elő. A következő kapu a trónteremben nyílt. A helység túlsó felében emelkedő jókora faragott kőszéken egy másik pályk ült, és Ventress számára, aki az erő segítségével vizsgált mindent és mindenkit, a férfi maga volt a megtestesült aggodalom, félelem és harag. A pályk arcát Filigrán díszes fémmaszt takarta, ami leginkább a sugarait szétszóró, felkelő napra hasonlított. Ó, dicső császár Markrim, hajolt meg Fife mélyen, széttárt karokkal. Óhajott szerint elhoztam neked azokat, akik pénzért vadásznak. Krim olyan sokáig bámulta őket, hogy Ventress már attól tartott, a dicső császár esetleg annyira túllőtte magát valamilyen szerrel, hogy megszólalni sem fog tudni. Aztán hosszú hallgatás után Markrim végül csak tudomást vett a jelenlétükről. A páromat és a két gyermekünket a fekete nap bérencei fogták el és vitték a Mustafárra, mondta visszafojtott, indulattal remegő hangon. Menjetek, kutassátok fel, és élve hozzátok vissza őket. Mielőtt megalkudnánk, emelte fel a kezét Ventress, és igyekezett nagyon körültekintően megválogatni a szavait. Volna néhány dolog, amit tudnunk kell. Például, hogy miért minket küld, és nem a saját embereit, súgta neki oda Boss. Ha a saját embereit akarta volna küldeni, akkor már megtette volna, sziszegte Ventress. És most hallgass! Szívesen küldeném a saját embereimet, bólintott Markrim, de nem tehetem. A hozzám hű barátok és csatlósok szíves örömes hagynák veszni a családomat, ha ez egyben azt jelenti, hogy nem kell csatlakozzanak a fekete naphoz. Az elrablóik, ezek a férgek tudják, hogy úgyis győzelmet arattak fölöttem. Nem maradhat más választásom, mint hogy külvilágiakhoz forduljak. Ez majd megmutatja a fekete napnak és a saját embereimnek is, hogy Markrim még mindig a Pike család legerősebb tagja. Ha megtaláljuk, visszahozzuk őket, bólintott Ventress. Abban az állapotban, ahogy megtaláljuk őket. Krim lassan hátradőlt a trónszékén, és nagyot sóhajtott. Hozzátok vissza a családomat.